beadják az oxitocint, miközben gondosan és pontosan ellenőrzik a terhes nő állapotát, szívhangját mérik. És most itt látják, hogy az oxitocinra ez az asszony nagyon kifejezetten reagált, ami azt jelzi, hogy a méhe már felkészült a szülésre. És akkor megállapodnak az asszonnyal, hogy egy bizonyos napon, kora reggel, 8 órára bejön a klinikára, és a szülést meg fogják indítani. Czeisler Endre orvosgenetikus professzor nemrég egy a hvg.hu-nak adott interjúban keserű szavakkal foglalta össze, mi lett mindabból, amelyre 50 évvel ezelőtt az életét tette föl. Szinte semmi sem maradt, így fogalmazott. Az optimális családtervezési szolgáltatás több tucatnyi központjából ma már csak egy, a zuglói működik. A magzatvédő vitamint, amiért annak idején a Nobel-díj várományosai között emlegették Czeiselt, és amit a világ fejlett országaiban a terhesnők zöme magától értetődő természetességgel szed, a magyar várandós anyák alig tizede ismeri, iskolai felvilágosító programját pedig prűd politikusok söpörték le a színről. De a látszat ellenére Czeisler professzor ma is 79 évesen, nem titkolt leukémiája dacára is aktív, alig ért véget a kórházi kezelése, már is munkába állt, emellett új könyvén dolgozik, a heteken belül megjelenő köteten a zeneszerzők tehetségének rejtélyeiről. A mai 40 perc itt nálunk Czeisler Endré lesz. Köszöntöm, hogy itt van, és köszönöm, hogy eljött. Hogy van, és ezt most nem egy ilyen szokásos udvariasságból, hanem leginkább betegségére tekintettel kérdezem. Egy orvos szájából furcsán hangzik, de hogy túl jól vagyok, mert hát végül is ugye egy 6 hetes kemoterápia után tisztában vagyok vele, hogy a betegség azért bennem van, és ahhoz képest nagyon jó erőben vagyok, ugyanúgy dolgozom, mint folyamatos régen. Folyamatos kezelésekre jár? Nem, kezdetben hetente vérvizsgálat ellenőrzés, most már csak 4 hetente, tehát végül is csak ez az ellenőrzés, és hát rám bízták, hogy mind orvos vegyem észre, mert ahogy akkor májusban észrevettem egy törökországi előadás körúton, hogy valami történt, mert elment az erőm, és hazajöttem vasárnap és hétfőn, tulajdonképpen megvolt az orvosi vizsgálat, kedden megvolt a diagnózis, és szerdán már kezdődött a kemoterápia. És csak azért mondom, mert lehet, hogy protekciós voltam, de azért a magyar egészségügy gyorsan és hatékonyan is tud működni. És az a 6 hónap az nagyon nehéz volt, mert hát ugye az ember reggel 5-kor vért vesznek, 6 órakor belefolyatják a gyógyító mérget, egyedül vagyok egy szobában, ugye steril, csak így találtam azt ki, hogy ezt valahogy úgy kell túlélni, hogy az ember találjon ki valami értelmes szolgálatot, vagy értelmes munkát, és hát így, mivel mindig is izgattak, hogy a zeneszerzők nem a tehetség, sokkal magasabb szint. A géniusság az honnan jön, hogy egy Mozart az miért tudott már 3 éves korában olyanokat játszani, vagy hogy egy Liszt Ferenc miért tudott 7 éves korában fantasztikusan zongorázni, vagy így tovább. Szóval ennek a titkait szerettem volna így megismerni, és így akkor gyorsabban telt az idő. Mert ez volt a nagyon fontos, hogy valahogy ezt a 24 órát azt túl kell élni. Kicsit meglepett, hogy életműve szomorú alakulását, mintha a saját kudarcaként értékelné, vagy fogná föl ebben a hvg.hu interjúban. Pedig hát tudhatná másból nem, például ugyancsak a könyvbe foglalt matematikusok sorsából, hogy ez nem a legjobb hely a tehetségek, meg a kivételes képességű elhivatott emberek számára. De akkor miért okolja önmagát? Tehát miért gondolja, hogy az életműve az, hát ha nem is így fogalmazott, de szinte romokban? Mert azt gondolom, hogy ez tény, most nem akarok végigmenni azon a mondjuk 5 váron, így szoktam mondani, hogy 5 várat építettem az életembe, és ezek tényleg lényegében romokban állnak, hogy ennek most mennyi az oka, hány oka lehet. Biztos, hogy az egyik azért bennem foglaltatik, mert az én életemben 1956 egy nagyon fontos választófonal volt. Én akkor 3. éves orvostanhallgató voltam, ugye kitört a forradalom, felvonulás után bementünk a sebészetre, a Baross utcába, évfolyamtársam, szerelmemmel, ő asszisztált, én sebesülteket hordtam. Azt hittük, hogy minden jó lesz. Én a magyarokat akkor láttam először is utoljára igazán kiválónak, és aztán jött a november 4-e, és akkor ugye már nem tudtunk visszamenni. Így kerültem a János kórházba, mert én szülészorvos akartam lenni, és rengetegen disszidáltak, tehát ott nagyon örültek nekem.
És aztán februárban kezdődött az egyetem, és akkor összehívtak minket, és lejött a pártközkomból egy elvtárs, akkor megmagyarázta nekünk, hogy az ellenforradalom volt. És akkor úgy utána, na de elvtársak, van-e hozzászólás, van-e vélemény, hát nagy csend. Rám, és ez egy személyiségi probléma, hogy sokszor előbb cselekszem, mint ahogy gondolkodom. És akkor én föltettem a kezem, és mondtam, hogy nem, ez nem ellenforradalom volt, ez szabadságharc volt. Ez ugyanolyan volt, mint a 48-49-es, akkor egy osztrák, most egy szovjet elnyomás ellen. Ugye állt a levegő, aztán minden, odajöttek a barátaim, hogy te meghűltél. És akkor tényleg azt gondoltam, hogy én most hős vagyok, és most kirúgnak az egyetemről, aztán nem tudom, mi lesz. És nem rúgtak ki. Aztán utólag megtudtam, hogy ez az elvtárs, most hagyd mondjam a nevét, mert Marcai Lászlónak hívták, később ő volt a medicina igazgatója, és akkor felvette velem a kapcsolatot is. Ő emlékezett rám, hogy maga volt az a nagy marha, aki kimondta az igazságot akkor, és tudja, hogy milyen nehezemre esett nekem megvédeni magát, hát hogy ne rúgják ki. De aztán elvégeztem az egyetemet, summa cum laude, nagyon kiváló tanuló voltam, de be volt írva az káderlapomra, hogy ellenforradalmi nézet, ezért egyetemisták oktatására alkalmazlan. Na most ez volt az én életemben egy nagyon súlyos csapás, mert bekerültem a közegészségügybe, tehát az egyetemi élettől távol, és voltak aztán egyre több munkatársam, de igazából az, ami egy egyetemi professzornak megadatik, hogyha van karizmája, akkor maga köré tudja gyűjteni azokat a fiatalokat, akik egyetértenek vele, akik felnéznek rá, akik együtt akarnak vele dolgozni, és akkor kialakul egy iskola. Na most ez az én életemben soha nem alakult ki. Igaz, hogy voltak kiváló munkatársaim, kettő meghalt, kettő Amerikában van, és elmentem nyugdíjba. És most nem, meg ne bántsam azokat a munkatársaimat, akik követték aztán az én munkásságomat, de nem voltak képesek fenntartani ezt a rendszert. És ezt azért látni így az embernek az élete végén, hogy eljutottam egy bizonyos szintre, és most azok romokban hevernek, azok a várak, ahogy én szoktam nevezni, azért ez rossz. Amiket felsoroltam itt a bevezetőben, ezekről van szó? Tehát én nagyon gyorsan felsorolom, tehát ugye én a közegészségügybe kerültem, rájöttem, hogy ott kell genetikát csinálni, tehát mi csináltuk meg a világon az először a fejlődési rendellenségek országos nyilvántartását, most volt 50 éves, aztán csináltunk egy koroki monitort, mi minden rendelés gyerekről tudjuk, hogy mi történt a terhesség alatt, ez már megszűnt. Akkor megszűnt jött, miért? Mert nem kell most. Na de akkor most hogy szűrik ki? Hát ez sehogy. És hát ugye az is egy nagyon furcsa dolog, mert ez egy olyan egyedülálló hungarikum volt, hogy ha egy bármelyik gyógyszerről felmerült, hogy most ártja a magzatnak vagy nem, akkor a Bayertől a Hofmann-Larosig mindenki nálunk rendelte meg. Ugye ez még anyagilag is egy rentábilis dolog volt, így tudtad. Hát ennek volt bármiféle racionális magyarázata, vagy lehetett ennek ilyesmi? Hát ugye ez már az én nyugdíjba menetelem után szűnt meg, tehát velem nem is közölték, csak hát ez egy fájdalmas dolog. Aztán ugye itt volt a genetikai tanácsadás, ahol kialakítottuk a magyar módszert. Most is van genetikai tanácsadás, de mindenki csak ilyen mellékállásban csinálja, az pedig egy teljes embert igényel, mert egy genetikusnak a fogantatástól az Alzheimer-korig mindehhez kell érteni. Aztán jött ugye ez Na, de ennek is lett volna nem csak hogy létjogosultsága, de értelme is. Ha pedig persze volt, akkor ez igen, miért szűnt meg? Azért van most is, azt hiszem 13 genetikai tanácsadó, csak amíg például most ilyen csúnyát mondok, de amíg beteg voltam és valaki helyettesített, hát most látom, hát ő egy kiváló szülész, csak azért a genetikában nem a csúcsokon jár. Aztán ugye jött ez a érdekes módon ez a televízióval volt kapcsolatos, a születésünk titkaival, hogy én ott elmondtam, hogy a terhes gondozás nagyon fontos, de az élet a fogamzással kezdődik, ott dől el, hogy fiú vagy lány, egészséges vagy beteg, tehát a fogantatásra kell fölkészülni, és megint csak a világon először Magyarországon hoztuk létre ezt az optimális családtervezést, 1984-ben, a rendszerváltozáskor 34 központ volt, a terveink szerint ugye 180 kellett volna az országba, és akkor átfedjük az egész országot. Csak gondolja meg, a koraszületés 9%, le lehet 4,5-re, a rendellenség 4%, le lehet 2%-ra, értelmi fogyatékosság 3,6%, le lehet 8%-ra vinni. 3,6-ról 8%-ra? 3,6-ról 0,8. Azért kérdezem. 0,8-ra. Tehát, hogy fantasztikus előrelépést érnénk el, ha... Na, de ezt nem értem, ezeket mind-mind miért kellett felaprítani és bezúzni? Hát ezt ne tőlem kérdezze. Hát ennek aztán tényleg
minden értelem emellett szól. És ugye ennek volt az, hogy ahhoz, hogy ezt azért fölfogják a fiatalok, ezért vezettük be 1996-ban, amikor a Nemzeti Alaptanterv kimondta, hogy az iskola feladata a gyerekek felkészítése a családi életre. Én ezért vállaltam el a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet főigazgatóságát, hogy akkor létrehoztunk egy tantárgyat, ami Angliában meg Hollandiában régóta van, felkészülés a családi életre, mert azt is meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy igen, a szex az gyönyörű, de akkor, ha a szerelem bűvöletében emberhez méltóan végzik, hogy van fogamzásgátlás, hogy az abortusz az borzasztó, veszélyesek a szexuálisan terjedő fertőzések, és ha majd eljön az az idő, hogy kisbabát akartok, akkor mit kell tenni azért, hogy az tényleg egy nagyon szép egészséges kisbaba legyen. Ez a 8 osztály volt akkor általános 4 gimnázium, a 8. általánosban biológiában megtanulták, most hogy legyek triviális, mi az, hogy fütyi, meg mi az, hogy punci. Mi már ezzel nem akartunk foglalkozni, ez a gimnázium első osztályában a társkapcsolat, próbáltam elmondani, hogy mit tartalmazott. 930 gimnázium volt, középiskola volt akkor, az első évben több mint 300, második évben több mint 500, és nagyon szerették a gyerekek. És akkor több mint 500-ban már ezt tanítottál? Igen, több mint 500, 33 órás tantárgy volt. És akkor jött a rendszerváltás, ez a Horn-Kunce kormány után jött az Orbán-Torgyán kormány, akkor Pokorny lett a oktatásminiszter, elmentem hozzá, referáltam, hogy van egy ilyen kezdeményezés, ugye, mert Angliában így érték el, hogy az abortusz drasztikusan csökkent, hogy a lányok 2 évvel később kezdték a szexet, mert fontos, de azért ahhoz érett személyiség kell, hogy az AIDS 1/10-ére csökkent, stb. Stb. A Pokorny azt mondta, hogy ez nagyon jó. És aztán átkerült valamilyen oknál fogva a Szociális Minisztériumba, ott is tisztelettel elmentem a miniszterhez, Harag Péterhez, megmutattam a tankönyvet, a tanári segédkönyvet, és akkor elkezdett velem kiabálni, hogy megrontjuk mi a fiatalokat, szexről, meg óvszerről beszélni, és kész. Hát, kereszténydemokrata prüdérián bukott ez meg. Igen. De volt az életében olyan időszak, amikor úgy érezte, hogy lábai előtt hever a világ, amikor elérhet bármit. Ugye televíziós műsora, első televíziós műsora környékén a 80-as évek elején felajánlották önnek az Amerikai Járványügyi Központ egyik részlegének igazgatói posztját, amit aztán nem fogadott el. Miért? Először is nem hiszem, hogy volt olyan, hogy előttem evert a világ. Itt van egy súlyos félreértés. Én azért hát de nagyon-nagyon komoly személyiség volt a televíziózásnak. Igen, egy olyan civil személyisége, aki bejött, és pillanatok alatt megmutatta, hogy egy tudós is lehet közérthető, igen, egy tudós is lehet nagyon, hogy mondjam, az emberek nyelvén tudott beszélni, és nagyon jól adta elő azt a témát, amit jó, éppen születésünk titkait. De ön nem érzékelte azt, hogy mi egy farizeus társadalom vagyunk? Tudnélik, ugye azért engedtek engem be a televízióba, ez is egy nagyon érdekes dolog, ugye 1965-ig a genetika egy bűnös tudomány volt. Én például az egyetemen csak a marxizmus-leninizmus keretében tanultam, mint imperialista ármány. 65-ben Ruscsov elment az USA-ba, és megmutatták neki a hibrid kukoricát. Kiderült, hogy ez 10-szer jobb, mint a szovjet kukorica. Miért? Hát azért, mert genetikai módszereket alkalmaznak. És akkor egyszer csak megengedték a genetikát, és akkor a magyar televízióban is úgy gondolták, hogy ezzel foglalkozni kell. Ugye ez ezzel volt összefüggésben? Ez így volt. Addig ez tiltott tudomány volt. Akkor beengedtek a televízióba. Legyünk őszinték, ugye akkor azért egy vagy másfél csatorna volt, és ugye azért ma elképzelhetetlen, hogy 50 perces előadás 8 héten keresztül, a Születésünk titkai már 10 hét volt, és akkor tulajdonképpen én tényleg egy ilyen országos híresség lettem, csak hogy ott jön be a farizeusság. A 20. század orvosi vezéreszméje az volt, hogy a megelőzés jobb, mint a gyógyítás. Tehát nekem az a kötelességem, hogy megosszam önnel az én tudásomat, hogy ön aztán tudjon vigyázni a saját egészségére. Éreztem, hogy a média mekkora hatalom ebben. Hogy a média mit tudott nekem abban segíteni, hogy az emberek tudták, hogy mi az, hogy kromoszóma, meg gén, meg családtervezés. De a szakmám, a saját orvosi szakmám ezt az én hírhedtségemet mondjuk úgy fogta föl, hogy elneveztek Spermohajdernek, TV-bohócnak, a miniszter egyszer behívott, és mondta, hogy most már döntsem el, hogy TV-ben mondó akarok lenni, vagy orvos. Na most ez azért engem marhára felháborított, hogy ugye kimondják azt, hogy a megelőzés a legfontosabb, akkor jövök én is nagy lelkesedéssel próbálom tanítani a népemet nem középiskolás fokon, és akkor egyszer csak lesz belőlem egy ilyen spermahajder. Tehát ez azért egy nagyon felháborító dolog volt.
Nemzetközileg, ugye nekem most azt kell mondanom, hogy nemzetközileg nagy szerencsém volt, mert ha én a klasszikus genetikát csinálom, ott azért nagyon nehéz az elitbe bekerülni. De hogy én csináltam egy közügyi genetikát, amit azért a nyugati országokban hát nem olyan nagyon lehetett csinálni, mert amikor mi elkezdtük 60-as években a rendellenességek nyilvántartását, hogy legyek nagyon őszinte, nem túloztuk el az emberi szabadságjogokat, tehát mi azért név meg cím szerint regisztráltuk a gyerekek szüleit, 80 óta már mindig engedélyt kérünk, és nekünk ez egy nagyon nyitott terület volt, és itt tényleg úgy érzem, hogy nemzetközileg talán a legjobbak voltunk, ezt nem én mondtam, hanem például az Egészségügyi Világszervezet. Tehát ebben azt akarom mondani, hogy én tényleg nemzetközileg nagyon jól futottam, nagyon elismertek. De akkor miért nem ment el? Ugye itt volt ez az állás, bár akkor azt mondta, hogy akkor hittem abban, hogy Magyarország nem egy süllyedő hajó. Tényleg még ma is volt. Ezt hiszi? Tényleg így volt. Tényleg akkor én akkor egy jó hazafi voltam, és azt gondoltam, hogy itt kell Amerikát csinálni. Mert éreztem azt, hogy mi tudunk olyat csinálni Magyarországon, amit talán másut nem olyan jól tudnak, és mondjuk az orvosi ellátásba és a genetikát úgy tudjuk érvényesíteni, amit eltanulunk a fejlett országoktól, hogy ez egy új orvoslás lesz, ahol tényleg a sorsunkat megismerhetjük a géneken keresztül, és akkor nem elszenvedői leszünk, hanem aktív alkotói az életünknek. És én tényleg hittem abban, és voltak jó szövetségeseim, mert például a Csák Judit az egy, amikor miniszter volt, ő nagyon segített, hogy ezek a dolgok menjenek, és tényleg Magyarország ebbe csúcsra ennyire kerüljön. Ez is politika, meg miniszter függő igen, volt, tehát igen. Hogy mikor engedélyezik, és mikor igen, fognak. Igen. De még ma is ezt hiszi egyébként, persze. Hogy Magyarország, nem, hogy Magyarország nem egy süllyedő hajó? De most azt hiszem. Hogy? És most a nagy, hagyj válaszoljak erre, most a én nagy szégyenem az, hogy ezt a gyerekeim is tudják. És amikor van egy születésnap, vagy karácsony, akkor azt mondják, hogy apu, de nagy balfácán voltál. Pedig én már akkor hogy nem azért, ment el. Igen. Pedig én akkor döntően miattuk nem mentem el. Mert akkor ők 10 évesek voltak, és én végig gondoltam, hogy ott járnak majd iskolába, egyetemre, ott lesznek szerelmesek, biztos, hogy nem jönnek haza. És én meg úgy gondoltam, hogy érdemes magyarnak lenni. Én nekem a londoni egyetemen van mindig egy napom a PhD oktatáson, mindig a Holiday Innben lakom, ott a pincérek mindig magyarok, tehát reggel nyugodtan tudok reggelizni, és múltkor ott valaki porszívózott, és akkor rám köszön, hogy jó reggelt, professzor úr, mondtam, ki maga? Hát, hogy a Székesfehérvári kórháznak a főműtősnője. Hát mondom, akkor miért itt van? Hát, mert hogy kijött, mert itt 6-szor nagyobb a fizetése, de mondom, akkor azért még kell porszívoznia. Hát azért, mert a fiammal jöttem ki, mondja, és kiszámoltuk, hogy így extra munkával 3 év alatt veszünk egy házat. És mondom, ez azt jelenti, hogy nem akar visszajönni? És tudja, mit mondott? És ez azért a szívemben nyilalt. Azt mondta, hogy doktor úr, nem érdemes magyarnak lenni. Nem jövünk vissza. És ez azért úgy nagyon megrázott, és most, amikor a gyerekeim azt mondják, mert hát azért nagyon nehéz a sorsuk, hogy talán Amerikában jobb lett volna, van lelkiismeret furdalásom. Ha már a gyerekeit említette, valahol azt olvastam, hogy úgy beszélt, hogy visszatekintve lehetett volna jobb apa is, az unokáival is többet törődhetett volna, mert az ember legfontosabb teljesítménye az utódai, és nem a munkája. Tényleg így gondolja, vagy csak arról van szó, hogy önt is, mint mindenki más, idősebb és bölcsebb korára piszkálni kezdi a családi lelkiismerete, hogy úgy mondjam? Ez nem csak lelkiismeret, ez benne van a gyerekeim kritikái is. Ugye én nagyon sokat jártam külföldre, és én tényleg azt hittem, hogy egy jó apa vagyok, mert azért külföldön rettenten smoroltam, hogy tudjak nekik jó ajándékokat hozni, meg úgy elgondoltam, hogy pénteken megyünk színházba, szombaton megyünk moziba, hétfőn megyünk kirándulni. Most a lányom Barbara mondja, igen, akkor is moziba kellett mennem, amikor lázam volt, azért hánytam össze a mozit. Tehát, hogy ők egy kicsit úgy fogták föl, hogy ez egy ilyen, hát én egy sváb származású vagyok, van bennem egy ilyen kis, talán túlzott rendszeretés, vagy ilyen, hogy megtervezem, és akkor azt végre kell hajtani. Pedig én tényleg nagyon szerettem őket, de az nem vitás. És ha most így visszatekintek, ugye ismeri az angol szót a workaholic, én tipikus munkamániás vagyok, szóval én borzasztóan szeretem csinálni azt, amit csinálok. Mindig egy kicsit többet is akarok, mint amire valószínűleg képes vagyok, túl sok mindennel is foglalkozom, ezek önkritikák, és ezért tényleg a gyerekekre nagyon kevés idő maradt. És most, amikor beteg voltam, és úgy bejöttek hozzám, és éreztem, hogy mennyire szeretnek,
az azért borzasztó jól esett, és ez most nem patetikusság, de hát ezt azért Shakespeare is megfogalmazta, hogy az ember egyszer csak rájön, hogy most az életművem, hát, hogy majd az utókor eldönti. De az, hogy van 4 gyerekem, hogy van 5 unokám, az a legnagyobb ajándék, mert ugye, nem tudom, ismeri Shakespeare szonettjét, hogy a kaszással, ki holnap elragad, csak úgy dacolhatsz, ha gyermeked marad. Komolyan hiszem, hogy a gyermek a legnagyobb ajándék az életben. Visszatérve a tudományos munkásságára, amikor a 90-es években sikerült ugye igazolni a magzatvédő vitamin jótékony hatását, és önnek ítélték a Kennedy-díjat az Egyesült Államokban, ami sokak szerint ugye a Nobel-díj előszobájának számít, sőt egy angol gyermekgyógyásszal együtt tényleges várományosa lett a Nobel-díjnak. Ez milyen emlékeket idéz fel önben? Hiszen végül nem kapták meg a Nobel-díjat, kollégája azóta meghalt, ön ellen pedig éppen akkor indult az a bizonyos per, amerikai örökbefogadások miatt, meg emberkereskedelemben való részvétellel vádolták, amiben végül is tisztázta magát, de valamilyen szabálytalanságért mégiscsak pénzbüntetést kapott. Igen. Ez a sok éves hercehurca, csak ide akarok kiukadni, ez sokat kivett magából? Nagyon, nagyon sokat. Ott, mintha egy pillanatra, de lehet, hogy tartósabban meg is rodjant volna. Nekem volt egy olyan érzésem abban a periódusban. Én akkor nagyon komolyan éreztem azt, hogy addig egy optimista szemléletű ember voltam, és azóta azért inkább pessimista. Tehát a testi sebek azok begyógyulnak, a lelki sebek nem. Szóval az nem 8 napon belül gyógyul, és ez a lelki seb, ez azóta is itt van. Azt minden alap nélküli meghurcolásnak véli ma is? Most ez megint nagyon nehéz ezt röviden összefoglalni. Ez tipikusan megint az, nekem volt egy német professzor barátom, aki a Kontergán, ugye az egy gyógyszer volt, és végtaghiányos gyerekek születtek, ő fedezte föl, és vele 10 évig dolgoztunk itt Magyarországon a végtaghiányos gyerekek kóredetén, és ő egyszer, amikor elbúcsúzott, írt nekem egy szlogent angolul, kitettem a dolgozomba, hogy Andrew, dolgoz kevesebbet, de gondolkoz többet. Szóval ez egy nagy probléma volt, hogy én nem tanultam meg azt, amit Angliában tudnak, hogy egy kutatásban 80% az előkészítés és 20% a munka. Én meg úgy nekiestem. Na most így volt, Csák Judit volt a miniszter, sokat gondolkodtunk, hogy hogy lehetne a magyar abortusz helyzeten változtatni, mert szégyen, hogy Magyarországon volt messze a legtöbb terhesség megszakítás. Ugye ez az optimális családtervezés a védőnőkön nyugodott, hogy én velük kapcsolatban voltam, hogyha találkoznak olyan várandóssal, aki nem tudja megtartani, de esetleg örökbe adná, akkor próbáljuk ezt a megoldást, mert a nyugati országokban ez bejött. Így végül is 70 magzat életét tudtuk megmenteni. Ez is egy férfi agya számára ez nagyon furcsa. 100 várandós közül, akinek nem kívánt terhessége van, egy hajlandó örökbe adni. 99 inkább megöletteti saját magzatját. Szóval ezt egy férfi agy azért úgy nehezen fogja föl, bár biztos meg lehet magyarázni. És akkor bejött egy probléma, amire nem gondoltam, hogy Magyarországon a roma várandós magzatját nem szívesen fogadják örökbe. Összesen 3 ilyen örökbeadás volt, ráadásul 2 zsidó család volt, úgyhogy érdekes, hogy valahogy az ő kultúrájuk jobban elfogadó, és akkor ott volt egy nagy gond, hogy na mi legyen, és akkor jött ez az amerikai hölgy, Gáti Marian, mondta, hogy ő Amerikában ezzel foglalkozik, és amikor nem tudtunk megoldani örökbeadást, mert nem volt rá vevő, mert különben inkább több aki szeretne örökbe fogadni, mint ahány gyerek van, de a roma esetben ez nem érvényesült, akkor beszéltem Ádám professzorral, mondta, hogy a gyámhatóságon keresztül ezt meg lehet oldani, és akkor kiment egy hölgy, és aztán visszajött és mondta, hogy valami nem tiszta dolog, mert Amerikában nem vitték el semmi hatósághoz, és akkor én leállítottam, de elkövettem azt a hibát, hogy a munkaértekezleten azt mondtam, hogy pedig azért Amerikában jobb lenne egy gyereknek egy család melegében felnőni, mint egy magyar intézetbe. Ezt azért érzem bűnömnek, és ezért érdemeltem meg azt a pénzbüntetést, mert valószínűleg ebből munkatársaim úgy gondolták, hogy én hiába mondtam azt, hogy nem, de őket a Gáti Marian megkereste, újságba hirdetett, és 5 magyar asszony kiment Amerikába. Nagyon rendesek voltak. 5 magyar asszony kiment, hogy ott szülje meg a gyerekét, és úgy adja örökbe. Igen, igen. De illegálisan. De igen. Nagyon rendesek voltak, hát 7 évig tartott ez a bírósági tárgyalás, ahol az ők... 7 év volt ez? 7 év volt. Hát ez életem tragikus időszaka. És akkor azért újságok címlapján szerepelni,
És akkor ők elmondták azt, hogy egyszer voltak nálam, én mondtam, hogy van lehetőség Magyarországon, de soha föl nem vetettem ezt a külföldit, csak aztán nekik valaki telefonon szólt, vagy valahogy, és mégis kimentek. Szóval végül így tisztázódott a dolog, hozzátéve, hogy én tényleg hibásnak érzem magam, hogy miért mentem bele egy olyan programba, amely egy darásfészek, és nem láttam át annak minden ágabogát, ráadásul nem tudtam a munkatársaimat kontrollálni. Úgyhogy ezt mondjuk én úgy érzem, hogy a büntetést megérdemeltem, csak azt a 7 évet, amikor tulajdonképpen itt mindennek el voltam keresztelve, csak rendes embernek nem, és ez különösen mondjuk egy piedesztáról, de azért hagy mondjam el, és ezt nagyon őszintén mondom, hogy nekem ez a televízió nem jelentett sokat. Ha én az életemet nézem, akkor abból 70% kutatás, 25% orvos, most is a tanácsadóból jövök, és hát 5%, hogy tudományos ismeretterjesztés. Most ez egy más dolog, hogy Magyarországon csak azt vették észre. Hát miután a széles nyilvánosság előtt az jelent meg, ugye? De azt azért jól érzékelem, ugye, ebből a beszélgetésből, hogyha önnek lett volna egy katedrája, ha megkapja azt a lehetőséget, amit sohasem, akkor ez az iskola teremtéssel, ez egy beteljesült élet lenne. Igen. Én így gondolom most, ugye hát az ember sose tudja, hogy hogy alakult volna, ha, de ezt gondolom, mert azért azt most megint ne vegye szerintelenségnek, de ha úgy elmegyek közösségekbe, előadni iskolákba. Szóval úgy érzem, hogy tudok hatni az emberekre, hogy van bennem annyi karizma, hogy az emberek szeretnek, jönnek velem, hallgatnak rám. Na most, ha úgy elképzelem, hogy én az egyetemen kialakíthattam volna a tehetséges hallgatókból egy jó csapatot, hát azok úgy vitték volna tovább az én eszméimet, hogy azok élnének most is, és nem romokban hevernének. Tehát ez tényleg egy alapvető keserűsége az életemnek. Milyen megfontolásból, vagy milyen ok miatt fordult egyszer csak a tehetségkutatás felé? Tehát miért érdekelte ilyen megszállottan, hogy matematikusoktól, most éppen ugye zenészek, de voltak itt irodalmárok, vagy hogy költők, írók. Szóval miért a tehetségkutatás itt, mintha valamit a saját életében hiányolt volna, és azt vetítette volna ki, de lehet, hogy ez csak bemagyarázom. Nem, ez nagyon jó, hogy fölvezeti, mert először is én focista akartam lenni, aztán történész. Csak még apám... az is, azért jó sok minden. Igen, mindig más lettem, és ez végül is ennek örülök. És apám mondta, hogy a történészek fiam azok éhen halnak, apám egy kisiparos volt, nagyon józan ember, és hát az ő kedvéért mentem az orvosira. És tehát bennem volt ez a történész ihletettség. A második, hogy most azért én nagyon büszke vagyok arra, hogy 34 ezer fotón van Zeisel gyerekekről, akiknek mi segítettünk, hogy egészségesen világra jöjjenek. De azért most is például a tanácsadásból jövök, és van egy család, ahol 3 csecsemő halt meg, Vernik Hoffmannba, ez borzasztó, az 3 gyerek, és mind a 3 meghalt. Tehát nagyon sok ilyen szerencsétlenséget éltem meg, és meg kell mondanom, ezek engem borzasztóan deprimálnak, hogy miért nem tudtunk segíteni rajtuk. És amikor elmentem nyugdíjba, hát egyrészt kicsit most viccesen mondom, hogy Amerikában egy professzor nyugdíjba megy, akkor megél a nyugdíjából, és akkor ilyen hobbi témákkal foglalkozik, és akkor én elhatároztam, hogy ugyan csinálom tovább a genetikai tanácsadást, mert a nyugdíjammal nem tudok nagyon megélni, de én azt gondoltam, hogy az élet napos oldala, a géniusz, aki előtt leborul a világ. Aztán rájöttem, hogy ez is egy naivitás. Amikor megismertem Ady Endrét, meg József Attilát, meg Semmelweiset, akkor rájöttem, hogy ezeknek bizony pokorra kellett menni ahhoz, és aztán a magyar messiásokat általában megkövezték. Amikor meghaltak, akkor már szerették őket, akkor már szobrokat állítottak nekik, de amíg éltek, addig ütötték, verték őket. Tehát bennem ez vezetett oda, hogy na most az élet naposabb oldala. És ez egyébként magyar specialitás? Nem annyira, de azért mi még jobban csináljuk, ahogy Széchenyi mondta, hogy a magyarnak a legnagyobb ellensége a magyar, ez azért egy magyar hungarikum. Szóval mindenütt utálják egymást az emberek, de valahogy a magyar az jobban, és nem csak utálja, hanem kifejezetten árt is neki. Mert ugye most előbb elmondta, ugye, ott volt ez a magzat, vitamin. Én nem gondoltam akkor, hogy ez egy akkora ügy, csak azért gondolja végig, 800 ezer nyitott gerinces gyerek születik a világon. Annak 90%-a a magzatvédő vitaminnal kivéthető. 91-ben volt Washingtonban a genetikai világkongresszus, és ott hívott az amerikai egészségügyi miniszter, le is vagyok vele fényképezve, és mondta, hogy ő összehozott egy bizottságot, és ez a bizottság, mérkőzik volt a vezetője, talán a legnagyobb élő genetikus, és azt mondta, hogy mekkora disznóság az, hogy Szabin és Szalk,
aki megoldotta a gyerekbénulást, nem kapott Nobel-díjat. Hogy a Nobel-díjakat mindig csak ilyen lila tudományos eszmékért adják, hogy végre a gyakorlatot is becsülni kéne, és ő mondta azt ki, hogy ők most elkezdenek lobbizni, hogy az angol professzor, aki kitalálta a magzatvédőt, tehát ő arra jött rá, hogy a szegény asszonyok gyerekeibe több a rendelség. És miért? Mert hogy rosszul táplálkoznak. Amikor kialakul abból a kis csomóból 8 hét alatt az a csodás kis ember, ahhoz az élet alapelemeiben rettentően szükséges van. És ha valaki szegény és éhezik, akkor ez nincs meg, tehát kívülről kell bevinni. És hát ugye nekem szerencsém volt, mert az optimális családtervezésben nekünk 2000 párunk volt évente, akik mindent meg akartak tenni azért, hogy egészséges kisbabájuk legyen. Fele kapta a hatóanyagot, fele a placebot, megmondtuk, szerintem nem értették, de kettős vak volt, mert én se tudtam, tehát csak gembe tudták az eredményt, és most se felejtem el, ez 90. december 24-én karácsony előtt szóltak, hogy vége a vizsgálatnak, mert meg volt határozva, hogy mekkora különbség kell a két csoport között, amikor vége. Ugye ez megjelent aztán a világ legmagasabb rendű folyóiratában, New Englandban. Egy héten belül itt volt a CNN, itt volt a BBC, mindenki újongott. A New Englandban azt mondták, hogy új korszak kezdődik a fejlődési rendenségek megelőzésében. Hát ez volt mondjuk életem csúcspontja, Magyarországon persze nem vették észre. És akkor ugye itt mondták, hogy Nobel-díjért lobbiznak. És tényleg azt mondták, hogy a Kennedy-díj az első, a másik a World Award, és hát a harmadik a Nobel. És akkor egyszer csak jött ez az örökbeadási ügy. Ami és ezt ezerte keresztbe tulajdonképpen? Teljesen. Már a Kennedy díjat sem tudtam átvenni, mert a Magyar Magzatvédő Társaság az tájékoztatta a Kennedy családot, hogy ők majd egy külön sajtóértekezleten elmondják, hogy én amerikai örökbefogadásba kereskedek, meg minden egyéb. Úgyhogy megkaptam, de már át se vettem, az Evor díjat se tudtam átvenni. Közben meghalt Dick Smith-Sells, úgyhogy ez az álom. A kollégája, brit kollégája. Igen. Ő találta ki. Tehát én csak ennek egyébként a magzatvédő vitaminak máig világkarrierje létezik? Hát most hagyd mondjam azt, 3 éve volt decemberben WHO-ban, Egészségügyi Világszervezet Genbe egy nagy kongresszus, engem hívtak meg előadónak, hogy hogyan is történt ez az egész, és utána bejött a WHO illetékes szakember, és elmondta, hogy az európai országokban milyen mértékben használják. Hollandiában a leendő terhesek 73%-a, mert ön egy kis hibát követett, itt nem a terhesek a lényeg, hanem a fogantatás előtt kell elkezdeni. Ez a nagy gond, mert amikor záródik a nyitott gerinc, vagy a gerinc, ugye ez, mi úgy mondjuk, hogy neural tube, tehát a gerinc oszlop záródik, az a 15. nap kezdődik. A magzat élet 15. napján, amikor pont kimarad a havi vérzés. Tehát ezt mindenképp a fogamzás előtt kell elkezdeni. Hollandiában 73%, Angliában 56%, és akkor mondták, és tudja, melyik ország volt az utolsó? Hát nagyjából sejtem Magyarország. Ami azért volt furcsa, mert azt mondták, hogy 6%. Amikor én elmentem nyugdíjba, akkor 12% volt. Tehát most nem tudom, hogy nyilvánvaló ilyenkor az Egészségügyminisztériumot kérdezik meg, hogy aztán ők tudják-e, hogy miről van szó, azt nem tudom. Lehet nem a minisztériumot, az államtitkárságot. De azért ez borzasztó elkeserítő volt, hogy például Olaszországban 100%-ba térítik. Hogy mondjak ilyen nagy országokat, Törökországban 85%-ban, nem, ugye ott voltam utoljára életemben, Argentinában, Brazíliában 90%-ban. Gondolja meg, egy nyitott gerinces gyerek orvosi ellátási költsége egy évben 6 millió, és 90%-át lehetne megvédeni ezzel a magzatvédővel. Na, valami magyarázatot erre csak talált. Persze, hát én akkor megbeszéltem ezt az illetékes miniszterekkel, meg egyéb fontos emberekkel, mondták, na jó, de hát ezek a vitaminok, hát nem értik meg, hogy itt nem vitaminról van szó. Nem itt egy genetikai hiba a homocisztein méregtelenítésének képtelenségéről, és ez a homocisztein okozza ezt a rendellenességet. Tehát itt nem egy vitamin jó általános hatásról, és erre azt mondták nekem, hogy hát ezt a gazdag emberek is, ők szedik, nem fogják ezt ők támogatni, és hát nem is támogatják, ami egy nagyon nagy disznóság. Amerikában 98. január 1-e óta kötelező a lisztbe betenni a magzatvédő vitamint, és 30%-kal csökkent az összes rendelség. Szedi férfinő, vagy eszi akkor férfinő? Igen, mert a férfiaknál is a homocisztein lerakódik az érfalba, és korai élelmeszesedést okoz. Az infarktusok és agyvérzések 20%-a. Tehát másra is jó. Másra is jó. Uh-huh. És hát jelenleg a világon 67 országban kötelező a lisztdúsítása. Magyarországon 3-szor fogtunk neki, mindig Don Quixote harcot vívtunk.
olyan energiával beszél, hogy szinte csodálom, és szinte képtelenségnek gondolom, hogy ön mindezen közben beteg. De ha már itt tartunk, a betegségét a magyar közélethez képest szokatlan nyíltsággal kezelte. Miért? Mi volt erre a magyarázat, hogy azonnal a közvélemény elé állt, legalábbis amikor megkérdezték? Az első az volt, hogy tényleg azt gondolom, hogy mi egy ilyen farizeus társadalom vagyunk, és ugye ha valaki öngyilkosságot követ el, akkor az újság azt írja, hogy tragikus hirtelenséggel elhúny. Tehát ilyen kódszavaink vannak, hogy nem merjük kimondani azt, amit azért a nyugati világban kimondanak, hogy igen, hát az életnek vége lesz, az betegség, és azt lehet vállalni. Ez volt az első. A második, és ebben már volt egy kis talán kritizálható is. Ugye én elhatároztam, hogy ha kijövök a kórházból is bírom, akkor folytatom az orvosi tevékenységemet. Hiszen amíg benn voltam, ott volt velem a laptop, és hát azért hetente jöttek kérések hozzám. Hát tudtukra akartam adni az embereknek, hogy hát mostantól kezdve dolgozom, tehát most már hétfő szerdán meg lehet engem találni. A harmadik, most ez nagyon patetikusan hangzik, de mélységesen hiszem, hogy ha az embernek egy halálos betegsége is van, akkor küzdeni kell ellene. Mert ha én küzdök... Ez egy halálos betegség? Ez halálos betegség. Hát nekem most 2 év a várható élettartamom. De nincs ebből gyógyulás semmi esetben? Nem, ez akut mielőtt leukémia jelenleg gyógyíthatatlan. Nagyon sok leukémia már gyógyítható, de pehjem van, mert ez nem. Tehát amit szerettem volna tudatosítani, hogy egyrészt azért a rák se egy olyan borzasztó dolog, most nem a sajátomról beszélek, a magyar emberek 27%-a hal meg rákban. De nem tudom, tudja, hogy 55% esik át rákos betegségen. Tehát már a rákos betegek fele nem rákban hal meg, mert azért ha nem is gyógyítják meg, de úgy kezelik, hogy abban nem hal meg. Tehát ezt is akartam tudatosítani. A másik az, hogy láttam a kórházba is, hogy akik föladták, azok viszonylag hamar elmentek. Viszont ha az ember harcol, akkor jó az immunrendszere. Ha jó az immunrendszerem, az még tud a rákos sejtekkel szembe is harcolni. Ugye ez egy régi tapasztalat volt, hogy mondjuk a szép irodalomban ez jól ismert, hogy meghalt a költő szeretője, meghalt a gyereke, és akkor depresszióba esett, és jött a TBC. Mert ugye a TBC kórokozója is benn volt a szervezetben, de addig, amíg jó volt a lelkiállapota, addig a szervezete, az immunrendszere kivédte. Aztán letört, letargia, és jött a TBC. Most így vagyunk a rákkal. Ez most nagyon szentimentális lesz, amikor ugye jött a betegség, és nem tudtam elmenni Mexikóba, Amerikában, meg Londonban, meg máshová, nagyon sok szép levelet kaptam, de a legszebbet Adriana Bendistől kaptam, ő az amerikai táplálkozástudomány nagyasszonya, és ő írt egy nagyon szép levelet, hogy Andrew, igen, nagyon súlyos beteg vagy, de amikor lefekszel, minden este gondolj arra, hogy ez a nap még megadatott neked. És ezt most én gyakorlom. Tényleg, amikor lefekszem, és alvás előtt vagyok, akkor gondolom, hogy ez a nap is megvolt, és ezen a napon is ezt csináltam, ezen a napon is azt csináltam, találkoztam Andrissal, találkoztam Barbarával, találkoztam a többiekkel, és ez egy nagy erőt ad, tehát ezzel egy kicsit szeretném azt sugallani az embereknek, hogy igen, meghalunk, mert az élet véges, születünk, élünk, elmegyünk, ez a világrendje, de hogy igenis harcoljunk azért, hogy éljünk minél tovább, és ez rajtunk is múlik. És abban a tudatban, hogy halálos beteg, módszeresen és nagyon tudatosan átrendezte az életét? Egyáltalán, hogy mit alakított ez át önben? Hát itt szégyellem magam, mert azért a kórházban kicsit másképpen képzeltem, de azért visszatértem ahhoz a munkarendemhez, hogy azért 7 órakor kellek, és azért este 6-ig szoktam dolgozni, mert szerettem, hát ez nem munka, ez hobbi. 4 PhD-sem van, jók a témák, mindig új és fontos eredmények derülnek ki, tehát én ezt nagyon élvezem. Én úgy képzeltem, hogy na azért majd sokkal mélyebb és hosszabb tartó családi életet fogok élni, ez azért nem olyan nagyon jött be, de ugyanakkor azért a gyerekeim iránti és a viszont szeretet azért egy sokkal izzóbb, és tényleg olyan nagy erőt tud adni az embernek az, hogy érzem azt, hogy de jó, hogy vannak gyerekeim. Hát köszönöm szépen, hogy eljött, és olyan szomorú lett a vége, de hát akkor egy kicsit változtassunk ezen a tónuson, mert éppen holnap lesz 79 éves? Igen. Hát akkor most nagyon mérős, nagyon belülről mondom, nem csak a megszokás, hogy Isten éltesse még sokáig. Köszönöm szépen, örülnék, hogyha így lenne.